Köszöntöm nézőinket, Hortai Tamás a vendégem, és Tamás, lehet, hogy éppen, hogyha búvár ruhában lennél, akkor sokkal több embernek lennél ismerős, persze, ez csak a tréfa, ugyanis azt hiszem, hogy minden, ami a búvárkodással kapcsolatos, az óceán világával, az már itt szűkebb pátriánkon, de szűkebb pátriánkon túllépve is összeforrt a te neveddel. Tamás, először én azt javaslom, hogy beszélgessünk erről az egyesületről, arról a dologról, ami gondolom hosszú évek munkája, és ami most akár kész arra, hogy egy újabb fejlődésen essen át, ami a jövőben biztos, hogy még nagyon sok mindent tartogat számunkra is, és számotokra is. Igen, hát úgy, ahogy mondtad, azt gondolom, hogy a városban már elég sokan tudják, hogy létezik egy könnyűbúvás sport egyesület. Nagyon sokan meglepődtek annak idején, hogy Szekszárdon hova, még patakunk is alig van, ugye, hogy hova ide egy búvár egyesület, ami valójában igaz is volt, hiszen társaimmal 1997-ben alapítottuk meg a sportegyesületet, és akkor tudtunk durván egy ilyen 6-7 búvárt összeszedni. Tehát ennyi volt egész Szekszárdon, illetve a vonzás körzetében, akiket úgy, hogy egyáltalán mint búvár megtaláltunk, hogy gyertek és csináljunk egy sportegyesületet, vagy valamit foglaljuk egy kicsit keretek közé, az, hogy búvárkodjunk és próbáljunk meg fejlődni ebbe az irányba. Illetve ugye már akkor is, hiszen én addigra már búvároktatói minősítést szereztem, és természetesen bennem volt egy olyan kényszer, lehet így mondani, hogy hát ezt a tudást, vagy ezt a szerintem megítélés szerint nagyszerű dolgot átadjam a leendő búvároknak, vagy azoknak, akik még nem nagyon tudják, hogy, mire is vállalkoztak, hát ezeknek valahogy ezt a gyönyörű dolgot átadjam. És mondom, hát nagyon minimális létszámmal kezdtük el a sportegyesületet. És hát szép lassan, nagyon, úgy, ahogy mondtad, sajnos nagyon-nagyon sok munka, nagyon-nagyon sok akadályon kellett átmennünk, hiszen azért valahol a könnyűbúvár sportnak a megítélése, hiszen ez egy szabadidős sport, ez nagyon fontos tudni róla. Most eleve a szabadidős sportok, mindenki tudja, hogy az állami szinten azért nem olyan nagyon-nagyon nagy támogatottságot kapnak, olyannyira, hogy én mondhatom bátran azt, hogy semmit. Tehát a szabadidős sportokat sajnos, ez ugye egy elég rossz nézet, én azt gondolom a vezetők részéről, hogy a szabadidő, tehát azt, hogy az emberek minél többet mozogjanak a munkájukon felül, ezt nem nagyon támogatják. Tehát ezekkel a nehézségekkel kellett elindulnunk. Végeredményben, ami nagyon nagyszerű dolog volt, hogy és meglepetéssel ért engem, nagyon nagy volt a támogatottságunk, nagyon nagy volt a népszerűségünk az emberek körébe, és rohamosan elkezdett nőni az egyesület létszáma, és olyan szintű dinamikus fejlődésen ment át az egyesület, hogy mára, úgy, ahogy mondtad, már olyan változtatásokat kell igénybe vennünk, vagy olyan változtatásokon kell majd az egyesületet átvinnünk, amelyek azt gondolom, hogy elég nagyjá fogják tenni. Pontosan én úgy érzem, hogy a megfelelő helyre fogják betenni a sportegyesületünket, új szakosztályokkal bővülünk, és hát maga a régi szakosztályainkat is át kellett egy kicsit alakítani, át is fogjuk alakítani. Mára már több mint 240-en vagyunk a sportegyesületbe különben. Tamás, te mindig szekszárdi voltál? Jellemzően igen. Jellemzően igen. Tehát a gyerekkoromat itt születtem, tehát tőzsgyökeres szekszárdi vagyok. Szüleim nem sokkal születésem előtt költöztek Szekszárdra, ők amúgy Pécsről származnak. És hát én már, mint mondtam, itt születtem, itt jártam óvodába, bölcsődébe nem jártam, óvodába, iskolákba, középiskolába. Itt, hova jártál, melyik iskolába? Hát általános iskolában, négyes iskolában, édesanyám tanárnő, és ő tanított, amelynek megvoltak az árnyoldalai is, sokan azt hiszik, hogy ez különben előny. Nem előny, ezek szerint? Nem, én azt gondolom, hogy nem, ezt ő is most már utólag belátta, hogy nem előny az, hogyha egy gyermek a saját édesanyjához jár iskolába. Ez gyerekként hogy lehet reagálni? Tehát amikor iskolába mentél, akkor tanítónéni volt édesanyád, de otthon pedig anyuka? Igen. Tehát igen. Így az igen, megszólítás. Igen, ezt így lehetett, igen, igen. Ami számomra traumaként ért engem, emlékszem kiskoromban, hogy én azt hittem, hogy ez nekem jó. Tehát, hogy ez nekem majd előnyöket fog jelenteni, hogy hát édesanyám a tanárnő, tehát itt minden sinem van. Most ez nem igaz. Vagy pedig ő nézte egy kicsit kritikusabban az én munkámat, és ebből adódóan, hát bizony nem, hogy előnyöm volt, hanem sokkal szigorúbb volt velem szembe, és nagyon-nagyon kinkeserves volt az első 4 év az általános iskolában. Emlékszem, hogy az írással, a helyes írással mindennel borzalmasan nagy gondjaim voltak. Hát aztán utána későbbiekben természetesen már a felsőbb osztályból ugye nem ő tanított, és hát ott már rendesebben, úgymond rendesebben folytak a dolgok. Tehát én azt gondolom, nem volt előny szerintem, de hát nem bánom természetesen, most már egy utólag
de hogy bánja az ember, hogy azért valahol ez viszont egy jó pofa dolog volt, hogy a saját édesanyám tanított. Aztán, mint mondtam, általános iskola, tehát a 4-es iskolában volt, ezt követőleg már akkor is fiatalon nagyon érdekelt az elektrotechnika, állandóan a forrasztópálka volt a kezembe, és természetesen így egyenes út vezetett ugye még akkor Rózsa Ferenc szakközépiskolába. Elektroműszerész szakon kezdtem el a tanulmányaimat, ott fejeztem be, ott érettségiztem, és nagyon rövid ideig dolgoztam, mint elektroműszerész, hiszen abban az időben ugye még elég erőteljesen kommunizmus volt, és elég erőteljesen kellett ugye a katonaságot is sajnos betudnunk. Hát én ebbe bele is estem, ugye másfél éven keresztül voltam katona, akkor még másfél év volt a katonai szolgálat, hát azt is becsülettel végigcsináltam. És mikor ezek után hazajöttem, katonaság után, akkor kezdődött egy ilyen picit ilyen maszek világ, de akkor is kezdődött ez az egész különben, tehát ilyen 86 környékén volt, hogy úgy elkezdődtek ezek a úgymond a maszekok. Elindultak, eleinte csak dolgoztam egy ismerősömnél, egy barátomnál, majd aztán később már saját vállalkozásba kezdtem, ami mondjuk így utólag most borzalmas, őrült gondolatnak tűnt, hiszen 19 éves voltam, amikor már saját vállalkozásom volt, Szekszárdon. Azt gondolom, hogy mai napig is ismerik ezt az üzletet, hiszen most már 13-4 éve folyamatosan dolgozik az Autoluxus Service, hát ugye azt még annak idején én kezdtem el, és ott dolgoztam, aztán később ugye már alkalmazottakkal segítettem a munkámat, ugye a jelenlegi vezető az végül is annak idején a Zoli ugye nálam kezdett, most már ő teljes mértékben ő vezeti ezt az üzletet, és ezek után volt egy rövid kihagyás úgymond az életemben, amilyen jelenti, hogy fölköltöztem Budapestre. Volt egy üzleti ajánlat, tehát egy lehetőség, amire felmentem. Aztán fent Pesten is volt egy saját üzletem, egy ilyen kávézó, drinkbárral egybekötött ilyen kis biliárd szalon. Is gondoltam igen, volna. Igen, volt fent a 19. kerületben volt egy ilyen kis, nem is kicsi, mert 150 négyzetmű, szóval elég jó kis üzlet volt. Én is meglepődtem, mert ez is véletlenül jött ez a dolog, és akkor azt üzemeltettem, hát jó 3 évig legalább körülbelül, majd kezdett elfáradni az üzlet. Érdekes különben, hogy az ember azt gondolná, hogy egyszer valamit megcsinálsz, és akkor az végig úgy megy, ahogy megy. Egyszerűen a közönség eltűnt, elvitték, elment, és egyszerűen az üzlet már nem ment úgy, akkor visszaadtam, és ezzel párhuzamosan egy ismert budapesti nagyvállalkozó, hatalmas nagyvállalkozó kért fel, hogy legyek a jobb keze, lehet ezt így nevezni, én azt gondolom ezt a típusú munkát, ez valójában mindent jelentett. Tehát igazán titkár. Mondhatjuk azt, de nincs erre igazán szerintem jó fogalom, hiszen minden gondot próbáltam az ő válláról levenni. Tehát ez volt a munkám, na most ez a nap 24 órájában be is tartott, hiszen, mint mondtam, ő azért egy kiemelkedő nagy vállalkozó volt, tehát irdatlan nagy érdekeltségekkel az nem országban. Nem tudhatjuk, hogy ő ki? Hát nem, hiszen meghalt már sajnos szegény, ezért is jött az a változás az életem, hogy ismételten hazajöttem Szekszárdra, és lehet, hogy ennek talán nem is baj most, hogy így már az egyesületre visszakanyarodunk, talán nem is baj, hiszen innen jött ez az egész utána. És hát, mint mondtam, tehát az ő üzleti ügyeit próbáltam, illetve azokkal felmerülő gondokat, akadályokat elhárítani. Tehát ez volt a munkám. Kb. Nagyon-nagyon érdekes életet éltem akkor, én azt gondolom, hiszen egy teljesen más világot ismertem meg. Én úgy gondolom, hogy abban is azért megfelelően helytálltam, legalábbis remélem. Sok mindent lehetett tanulni is ezen évek alatt, gondolom én. Rengeteg mindent. Hát amit nagyon köszönhetek ennek az időszaknak, az a tárgyalókészség. Hiszen akkor nagyon sok üzleti tárgyalásra engem küldött oda, ugye ő már nem is jött oda a kisebb horderejűekhez. Most ezek a kisebb horderejük is azért ma úgy gondolom, hogy nagyobb horderejének minősülnének, de akkor az ő üzleti vitelében ezek kisebbek voltak. Tehát, és olyan befolyásos, akkor befolyásos emberekkel is teljesen szabadon leülhettem tárgyalni, beszélgetni, ami az valahogy egy kicsit izgalmassá tette ezt az egész akkori életet. Sajnos, mint mondtam, ő meghalt, szegény, és ezt követőleg hazajöttem ismét Szekszárdra. Amúgy el is fáradtam benne, tehát azért azt is meg kell mondani, hogy olyan hajszolt élet volt az ott Budapesten, amit azt gondolom, hogy hosszú távon nem szabad, tehát az emberi egészséget nem szabad minden áron feláldozni. És ekkor jöttem haza, és
itthon ültem, ugye nézelődtem ki az üres fejemből, ugye, hogy most mit is csináljunk, és innen jött az ötlet, hogy végülis ugye akkor én már több éve könnyűbúvár voltam, már abban az időben ugye... Budapesten fertőzöttél igen, meg? Igen. Teljesen véletlenül. Mentem az utcán, Pesten, és egyszer ott álltam egy kirakatban. Mai napig nem is tudom, miért sétáltam arrafelé, tehát magam sem tudom, hogy kerültem oda. Láttam egy kirakatba, és látom, hogy búvár volt. És én kisgyerekkoromban szüleim majdnem minden évben levittek a tengerre. Tehát pici óvodás, iskolás, elsős, másodikos voltam, amikor szinte minden évben lementünk egy-két hétre a tengerpartra, akkor még ugye Jugoszlávia volt, és a nagybátyám, ők búvár volt, búvárúszó volt. És megőrültem, amikor láttam, hogy előveszi a nagy uszonyait, meg volt neki maszkja, pipája, hát én attól teljesen el voltam ájulva, és akkor ment ott a vízbe, ugye, hát és ez teljesen belebetegedett. Akkor már ott valami eldőlt. Persze, hát anyámik mindig nevettek, hogy egész nap reggel levittek, betettek a vízbe, egész nap benn volt a fejem a vízbe, ott turtam, furtam a homokot, délbe kihúztak, megetettek, megint visszadobtak, és ez így ment, amíg lent voltunk a tengeren. Tehát valami fertőzöttség volt biztos bennem akkor is. E-sport irányában, és tehát volt egy ilyen háttér valahol a tudatalattiban, és mondom, állok a bolt előtt, és nézem, hát mondom, itt búvárok. Bementem, te, sziasztok, lehet itt búvárkodni, vagy ez így működik. Persze, hogy ne, el kell végezni a tanfolyamot, és elmondták ugyanúgy, ahogy most már én mondom, mert sok embernek, aki ugyanilyen értetlenül néz, hogy Jézusom, itt lehet búvárkodni, igen. És elvégeztem a tanfolyamot, nagyon-nagyon megtetszett, mondanom se kell, tehát borzalmasan tetszett a dolog, és ezek után egyre mélyebben ástam bele magam a könnyű búvárkodásba, és szintén azért itt vannak fokozatok. Tehát ugye aki csak úgy tényleg azt mondja, hogy egy kicsit néha elmegyek, megnézek egy-két szép halat, vagy egy-két szép geológiai formát a víz alatt, ugye ehhez egy alapszintű tanfolyam bőségen sem elég, de most én azért ebben nem elégedtem meg, és szépen a ranglétván ugye elkezdtem felfelé menni. Ma hol tartasz? Hát ma instruktor vagyok, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy búvároktató vagyok. Most ezen belül már több specialitásnak is az oktatója vagyok, tehát nem csak egy normál búvároktató, ha így lehet mondani, bár én azt gondolom, hogy egy normál búvároktató is egy elég jó szint, igen. Én azt gondolom. Mára már a különböző technikai merülési lehetőségeknek is vagyok az oktatója. Barlang, zárt rendszerű készülékek, nitrox készülékeknek, tehát jég alá, stb. Ilyeneknek is elvileg az oktatója vagyok. Mondjuk ezekkel olyan nagyon, nagyon csinyán kell bánni, tehát ezeket azért nem is nagyon szoktuk népszerűsíteni. Mire elértem erre a szintre, azt lehet mondani, addigra érett meg bennem, úgy érzem, és most egyre jobban látom, hogy még jobban megérik bennem, hogy a biztonság mindenek felett. És ez egy nagyon jó jelszó különben az anyaszervezetünk, a NAUI részéről. De most, ahogy most már azért elég sok embert kioktattunk, elég sok helyre elvittük őket, nagyon sok merülésen túl vagyunk. Tehát ha összeszámolnánk, több 10 000 merülés van az Egyesületbe az eddigi idő alatt. És azért azt meg kell, hogy említsem, hogy balesetmentesen, ami a mai világban egy borzasztó nagy érdem, én azt gondolom, hogy valaki úgy végig vezet egy sportegyesületet, több 100 búvárral, több 1000 merüléssel, hogy soha semmilyen balesetünk nem volt, és mindent el fogok követni a jövőben is, hogy ne is legyen természetesen, hiszen tanfolyamon különben el is szoktam mondani mindenkinek. Én azt gondolom, hogy a világon nagyon sok szép dolog van. A tenger alatt csodálatos dolgok vannak. De semmi nem ér meg egy emberi életet. És ezt nagyon-nagyon kell tudnia mindenkinek. Sajnos a magyar búvárokról az a tapasztalatom, hogy néha fölöslegesen felelőtlenek. Hát feleslegesen felelőtlenek. Tehát egy barlang bejáratának a megnézése miatt képes kockáztatni mondjuk az életét, hogy mert az egy kicsit mélyebben van, de hogy benézzen oda. Szóval én azt gondolom, én nagyon szeretem az zárt teret, tehát a barlangokat, hajórancsokat, rengeteget járunk is oda, búvárkodunk benne. Nagyon-nagyon, hát mindenki tudja rólam, nagyon-nagyon megszállottja vagyok a mély merüléseknek. Igazán mélyen is voltam már, ugye. Mi a legmélyebb pont, ahol jártál? Hát 75 méter alatt. 75 méter alatt, ezt nem nagyon kellene reklámozni, hiszen természetesen ezt nem szó, és mindenkit lebeszélek róla. Ez is egy őrült pillanatomban volt. Nem szabad. Tehát mindenkinek, én azt szoktam különben mondani, mert ugye ugyanígy néznek rám, és mondják, hogy hello, hát ha te voltál 75-ön, mi miért nem mehetünk oda? Mindenkinek azt javaslom,
hogy az okos ember a másik kárán tanul, ugye? Tehát tanuljanak az én káromból, nem szabad ilyen mélyre lemenni, és ezt mindenkinek elmondom, hogy eszükbe ne jusson. Történt valami? Nem. Teljesen jól viseltem, tehát nincs rossz élmény. Uh-huh. Ha rossz élményem lett, többet soha nem mentem volna vissza, holott nem egyszer volt 2-3 évvel ezelőtt egyik barátommal, segítőtársammal, Földesi Józsival dolgoztunk Horvátországba, egy jakt elsüllyedt, és olyan mélyen volt, hogy a felső szakaszon, tehát ez a riakai szakaszon egyetlen olyan búvárt nem találtak, számomra különben meglepő, aki lement volna ebbe a mélységbe, és tudott volna bármit is dolgozni. Mi elvállaltuk, ez 64 méteren volt különben ez a jakt, amikor elsüllyedt, és 2 napi megfeszített munkával, de felhoztuk a felszínre. Úgyhogy azért mondom, hogy tehát vannak nálunk nagyon jó képzet, és ha muszáj, és ezt pont azt hiszem a Józsi fogalmazta meg, hogy ha muszáj, bárhova lemegyünk. De ha nem muszáj, csak oda, ahol teljes biztonságban érezzük magunkat, és tényleg csak a szépségéért vagyunk ott. Én képes vagyok úgy végig búvárkodni egy egyiptomi utat, hogy 15 méternél nem vagyok mélyebben. És akkor is jól érzed magad, ugyan, nem kell hozzá. Örömmel, fülig érő szájjal búvárkodok, és tudom, hogy semmi gond nem lehet. Holott mondom, ez nem azt jelenti, hogy ennyire vagyunk képesek, mert én azt gondolom, hogy az eddigi életünk és az eddigi munkánk, főként ugye a speciális búvárszolgálat révén bebizonyítottuk, hogy még nem sikerült senkinek se olyan feladatot adni nekünk, amire azt mondtuk volna, hogy ezt nem tudtuk megcsinálni, vagy ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát legyen az kút, vagy bármi. Tamás, nem gondoltál sohasem arra, hogy elköltöz valahová olyan tájra, olyan országba, ahol ez neked nap mint nap megadatik, ahol nap mint nap élhetsz ennek a szenvedélynek, hivatásnak? Nem vonzott ez? De természetesen gondolattal eljátszottam. Mindenki mosolyog, amikor elmondom, én iszonyatos honvágyas vagyok. Ez azt jelenti, hogy képzeld el, hogy Egyiptomba az 5. napon már alig várom, hogy a 7. legyen, hogy hazajöhessek. Uh-huh. Ez hihetetlen. Egyszerűen dolgoztam Németországban annak idején 2 hétig, hát a 2. hét az valami kínszenvedés volt. Voltam Tunéziában nyaralni 2 hétig. Tényleg igazán pazar körülmények között, tehát tényleg azt mondtad, hogy mindenünk megvolt. Én a 2. hétben már alig vártam, hogy hazajöhessek. És Egyiptom is, hát valahol azt lehet mondani, a búvár paradicsom, az, amit szeretek, amit imádok, a világ legszebb tengere, gyönyörű jelenségek, hajóroncsok, delfinek, ugye most a Kánaán. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy minden, ami ott, ami kell, meleg, 28-29 fokos tengervíz, 40 fokos levegő, úgy süt a nap, hogy egy felhő nincs az égen. Tehát minden csodálatos. És mégis az 5. napon már alig várom, hogy hazajöhessek. Egyszerűen hiányzik nekem az, hogy megyek az utcán, és a szemem szinte mindenhol ismerősöket lát. Uh-huh. Tehát olyan szintű az ismerő. Ugye Szekszárdon, te is Szekszárdon, mindenki ismer mindenkit. Persze. És ez van bennem, hiszen hát most már ugye 30x éven keresztül ezt láttam. És nem tudja a szemem elveszíteni ezt a dolgot. Tehát én nem tudok úgy sétálni az utcán, hogy senki nem ismerős. Uh-huh. Tehát egy lélek nincs, akinek köszönjek, vagy ezt nem tudom elviselni, uh-huh. valószínűleg. Hát arról nem beszélve azért, hogy a szüleim még élnek, hála Istennek, itthon vannak. Azért ugye idősebbek, őket is azért mindenféleképpen valamilyen formában támogatni kell. Most ez a támogatás nem anyagi feltétlenül, hiszen édesanyám még a mai napig is dolgozik nyugdíjban, tehát nem anyagi jellegű főként, hanem erkölcsi, segíteni kell, tenni, igen. venni, idehozni őket, oda, hát van millió dolog. Tehát amúgy sem nagyon tudom megtenni azt, hogy hosszabb távra elmenjek, de mondom, én úgy érzem, hogy fizikálisan se, tehát a belsőmből se tudnám megtenni. Ez őrület, mert mindenki, mondom, tényleg azt gondolná, hogy hú, milyen jó lenne kimenni Jamaikába is mondjuk ott dolgozni. Valami. Sőt, hát minket ilyenkor nem egyszer állás ajánlatokkal bombáznak kint. Tehát ez pont ez jutott eszembe, hogy olyan lehetőséget sem tudnának felajánlani. Dehogy nem. Tehát nem akkor egyszer, ezek szerint már fel is ajánlottak. Persze. Hát nem egyszer ajánlják kint Egyiptomba, hiszen arab országról van szó. Jellemzően ugye európai jellegű emberek mennek arab országba is búvárkodni. Szimpatikusabb egy ilyen. Igaz. Tehát egy európai jellegű embernek, tehát most akkor beszéljünk ember. Mondjuk egy aha. németről, egy németnek természetesen sokkal
jobb benyomást keltene, ha az ő búvár vezetője nem egy arab lenne. Aha, most ezt értem. Nem ledegradálni akarnám, csak van ott egy picike olyan, hogy hát most ez mennyire tudhat, vagy tudod, van egy ilyen kis valami, egy ilyen kis fenntartás, igen. Egy európai emberre szemben nincs ilyen. Tehát, hogyha meglát, na mondjuk tételezi fel engem, hogy itt van egy fehér ember, sokkal jobban elhisz neki mindent, ezért nagyon szeretik az arabok, és ezért bizony minden alkalommal állásajánlatokkal bombázzák meg az embert, és még hozzá kell tennem, nem is lehetne keveset keresni. Tehát igazán úgy mondom, van egy mentő tarsaja zsebemben, ha így lehet mondani, de mondom, biztos, hogy soha az életben nem tudok vele, és nem is szeretnék vele élni, mert mondom, nem tudok, egyszerűen fizikailag nem tudok kimaradni hosszabb távon. Tamás, még egy dolog, amiről mindenképpen szeretnék beszélni veled, ez a bizonyos, hát hogy mondjam, olyan helyzet, amikor nem az öröm visz a víz alá. Ugye azt már a nézők többsége is tudja, hogy azért ti itt olyan merüléseket is elláttok, amikor bizony már emberek után kutattok, amikor valamiféle tragédia történik, és akkor ti vagytok azok, akiknek hát bizony meg kell tenni, amit meg kell tenni. Ezt hogy lehet feldolgozni? Ezt hogy tudod feldolgozni? Hát erre nagyon egyszerű válasz, sehogy. Ezt valamelyik műsorban pont kérdezték tőlem, hogy hogy lehet ezt megszokni. Ezt nem lehet megszokni, sőt, magamon veszem észre, hiszen általában ezeket a munkákat én szoktam vállalni. Hozzá kell tennem, ennek van kényszerhelyzete is van, ugyanis csak nekem van száraz ruhám, ez egy elég szörnyű dolog. És itt a műsoron kívül beszélgettünk, hogy most az újdonságok irányába ugye az Egyesület átszervezésével talán egy kicsi lehetőség nyílik arra, hogy végre ténylegesen egy olyan speciális búvárszolgálatot hozzunk létre, ami az Európai Uniós csatlakozáshoz méltó lesz. Tehát olyan felszerelés állománnyal, olyan képzettségű emberekkel, esetlegesen akár hiszen nekünk ez lenne a célunk, ügyeleti szolgálattal. Majd erre is fogok kitérni, hogy miért lenne ez fontos, és én azt gondolom, csak egyetlen egyszer kell, hogy ez bejöjjön, amire én gondolok, és akkor mindenki meg fogja érteni, hogy mennyire fontos ez a dolog, hogy ez ügyeleti szolgálati szinten működjön. Tehát, mint mondtam, a lényeg, nekem van száraz, ebből adódóan én szoktam vállalni az eltűnt áldozatoknak ugye a felkeresését, felkutatását és felhozatalát. Nagyon nehezen lehet feldolgozni. Hosszú hetekig álmodok róluk még. Lehetőleg meg szoktam próbálni, hogy nem nézem meg. Tehát, hogyha ha van mód, akkor nem nézem meg őket, nem nézem meg az arcukat. Nem próbálom minél kevesebb élményt összegyűjteni róluk, tehát csak magára a munkára koncentrálni. Mondom, nagyon-nagyon nehéz. Olyannyira, hogy mai napig is még sokszor még a legelsők visszajönnek. Uh-huh. Tehát egy rosszabb éjszakámon még a mai napig visszajönnek, főként a gyerekek. Tehát annál borzalmasabb nincsen. És egy a magyarázata, ezt is meg kell csinálni. Tehát egyszerűen ezzel nem lehet változtatni. Most mi elvállaltuk ezt a dolgot, felvállaltuk, ezt meg kell csinálni. Ezen nem is akarunk és nem is fogunk változtatni természetesen. Hát, mint mondtam, ez a lényege, nem könnyű a dolog. Maga a munka pedig búvár szempontból a kollégáimra nézve is iszonyatos nagy kihívás. Ezt próbáltam most egy-két helyen elmagyarázni, ahol az Egyesület átalakításáról tárgyaltunk, hogy el lehet képzelni, hogy általában ugye mindig vadidegen helyen vagyunk, hiszen az összes vizet nem ismerhetjük, persze, az összes víz összes méterét, ugye, tehát legyen az egy Duna szakasz, hát nem ismerhetjük a Dunát, tehát ahova mi bemegyünk, ott mi se tudjuk, hogy mi vár minket. Hogy ott drótkötelek vannak, szétfűrészelt hordók vannak, esetlegesen egy kocsironcs van, esetleg drótkötelek, bármi fa, ágak, fa, egy komplett fa a víz alatt, amire fönt lehet akadni, tehát semmit nem tudunk az adott területről, csak annyit, nagy valószínűséggel itt valaki belefulladt. Most ilyen körülmények között. A másik, gondolom nem fog meglepetést okozni, a Dunának a látótávolsága jellemzően 5 cm. Tehát az annyira elegendő, hogy jó esetben meg tudom nézni a műszeremet, hogy mennyi levegőm van még. A legtöbb esetben még ez sem működik. Tehát még azt se tudom megnézni, mennyi levegőm van, hanem néha, amikor feljövök, a segítő társamnak a kezében van a komputer, és az alapján, amikor feljövök, az ott is rövid idő alatt megnézni, hogy mennyi levegőm van. Mert egyszerűen a műszeremet nem tudom megnézni. Tehát vakon kell egy vadidegen vízbe keresni, aminek a végén elvileg egy
egy halott lesz, ugye? Lesz. Tamás, rengeteg mindenről beszélgethetnénk még, én gondolom, de sajnos az időnk véges, és hát a műsoridőnk végére értünk. Egyetlen egy dolog, ugye itt mi nem beszéltünk a magánéletről, hobbiról, de hát szerintem teljesen feleslegesek voltak ezek a kérdések, vagy lettek volna, hiszen minden benne volt itt ebben. Egyszerűen egy megszállott emberül velem szembe. Lehet tehát azt mondani, hogy megtaláltad azt, amit kerestél, azt, ami tulajdonképpen a te életedet kerekké egészé teszi. Én azt gondolom, hogy igen. A nap 24 órából áll, és jellemzően én ebbe a 24 órába ezzel foglalkozom. Tehát én még álmomba is, tehát alszom, és otthon van, hogy reggel felkelek, és hú, valami olyan jutott de az éjszaka. De szép helyeken jártam. Vagy egy új ötlet az egyesületről, a búvárúszó gyerekekre valami új feladat például. Most ez a legújabb. Uh-huh. Éjszaka álmomba találom ki a legújabb feladatokat, hogy az edzéseken, mivel tudom őket még egy kicsit fokozni, uh-huh. ugye, mivel tudom még a teljesítményüket növelni. Éjszaka álmomban ilyeneken gondolkodok. Milyen segédeszközöket, virágcserepet megfordítva, meg szóval ilyen, olyan trükköket találok ki nekik, aminek persze nem annyira örülnek, de tehát így, ahogy mondod, én úgy gondolom, hogy ma az én életemet 100%-osan kimeríti a sportegyesületnek a szervezése, az intézése, a mindenféléje. Tamás, akkor a beszélgetés végén én csak valóban most azt kívánhatom neked, hogy az álmaid váljanak valóra, és hát természetesen minden úgy alakuljon a jövőben, ahogy azt te elképzelted, és sok sikert neked továbbra is. A nézőknek köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!